Esu tā Ariana Grande God is a Woman című videóklipjét, illetve zeneszámát választottam az Illuminati üzenetek témájául. Tisztában vagyok azzal, hogy gyakorlatilag bármelyik másikat választhattuk volna elemzésünk tárgyául. Azonban azt hiszem, hogy ennek a zeneszámnak, ugyanúgy, mint az összes többinek, egy nagyon fontos üzenete van, és mindenképpen szerettem volna ezt megosztani azokkal, akiket érdekel. Egy dologra felhívnám mindenkinek a figyelmét, azonban rögtön itt az elején az pedig az, hogy azok a jelek, szimbólumok, számok, nevek, kombinációk, színek, amik régen az okkultat jellemezték, azok ma teljesen nyíltan jelen vannak az életünkben, és gyakorlatilag mindenhol körbevesznek minket. A világ megváltozott, és szerintem a legtöbb ember ezt nem vette észre, vagy legalábbis nem fogja fel ennek a jelentőségét. Egyszerűen csak a szőnyeg alá seprik a változásokat, és azt mondják, hogy nem tudnak mit csinálni, vagy ez mindig is így volt, vagy majd lesz valahogy. A helyzet az, hogy a világot irányító sötét erő egyre merészebb lesz, és egyre nagyobb önbizalommal bújik elő a háttérből. Tisztában van azzal, hogy szépen lassan az ideje lejárt. Ezért mindent egy lapra feltéve igyekszik végrehajtani a tervét. Ezek után pedig koncentráljunk Ariana Grande God is a Woman című számára. Ariana egyébként egy perzsa eredetű női név, melynek Arianna és Ariane a két leggyakoribb változata. A név Ariana egyébként a görög Ariane latin változata, és arra a föld területre utal, a görög, illetve római megnevezése annak a föld területnek, melyet ma Pakisztánnak, illetve Afganisztánnak ismerünk, de egyébként Irán neve a szanszkrit Ariana szóból ered, melynek jelentése az áriák földje. Ennél azonban érdekesebb számunkra, hogy Ariana a latin változata a görög Ariadné női névnek. Ariadné jelentése legszentebb, és a karakter érdekessége az, hogy Ariadné a krétai királylány, a görög mitológiában Minosz és Pasiphae lánya. Ő beleszeretett a Krétába érkező Theseusba, és tanácsot kért a nagy tudású Daidalosztól, miképpen segíthetné választottját a félig bika, félig ember Minotaurus ellenében. Ariadné tündöklő koszorút, a történet későbbi változataiban aranyfonal gombolyagot adott Theseusnak, aki a szörny legyőzése után a fonal segítségével talált ki a labirintusból. Ugyanis ez a labirintus volt a Minotaurusnak a lakóhelye. Babycenter.com egyébként egyetért azzal, hogy Ariana jelentése nagyon szent vagy a legszentebb, és ez egy görög eredetű név. Babynames.com szintén megerősít minket abban, hogy ez nagyon szent vagy legszentebb, Ariana. Mai formájában olasz eredetű, de természetesen visszavezet minket a római, majd később a görög korba. És szintén kapcsolatba hozza Ariánát a perzsa birodalommal, illetve számos ebből fennmaradt országgal. Valamivel többet megtudhatunk namedoctor.com oldalról, ahol elárulják nekünk azt, hogy ez egy görög eredetű szó, Ariana. Eredeti nyelven pedig Arihagnos vagy Ariadnosként hangzott. Jelentése nagyon szent vagy legszentebb. Ari az általában jóságot, vagy pedig kitűnőséget jelent, Hagnos és Adnos pedig tisztaságot, akár rituális értelemben és szentséget is jelent. Jelentése tehát nagyon tiszta, nagyon szent. Megerősít minket abban, hogy nem is akár ki volt egyébként a mitológiában Ariadné, ő Minosz, Kréta királyának volt a lánya, Minosz felesége pedig nem akárki volt, hanem Pasiphae, a napisten Helios lánya. Ez a karakter Ariadné egyébként a labirintusokkal, illetve a különböző útvesztőkkel hozható kapcsolatban leginkább, természetesen azért, mert ugye az ő segítségével jutott ki Theseus a Minotaurus labirintusából. Ariadné egyébként az a terület, melyet ma úgy ismerünk, hogy Afganisztán, Irán, Tadzsikisztán és Pakisztán. Ariadné, miután szerelembe esett Theseusszal, adott neki egy fonalgombolyagot, aki azt magával vitte a labirintusba, folyamatosan görgetve azt lefelé, és ennek segítségével jutott ki később onnan, miután legyőzte a Minotauruszt. Theseus elhagyta később Ariadnét, aki Dionysosszal kötött házasságot. A Grande az relatíve egyszerű, annyit tesz, hogy nagy, vagy hatalmas, magas. A CollinsDictionary.com szintén erről számol be, ugye a grandmother angolul az mama grande, és nagy mamát jelent, vagy nagyszülő. Akár átvitt értelemben, akár pedig szó szerint, úgy, mint hogy nagy képernyős.
Ariana Grande neve tehát annyit tesz, hogy nagy vagy nagyon nagy, szent, illetve nagyon-nagyon tiszta. Érdekes, hogy pont ez a karakter az, aki azt a zenét énekli, hogy Isten egy nő. A koncepció egyébként, hogy Isten egy nő egyáltalán nem új, sőt azt kell, hogy mondjam, hogy egyidős az emberiség történetével. Az ellenség mindig is arra törekedett, hogy a teremtő igazságát a feje tetejére állítsa. Ami fekete, az fehér nála, az igaz, az hazugság, és a gonosz, az jó. A teremtő pedig egy nő. Néhány példát hagyj mutassak erre a programozásra, ez például az Éhezők viadala, vagy a Hunger Games, melynek főhőse szintén egy nő, Katniss, aki természetesen megmenti a világot. Én tisztában vagyok azzal, hogy a legtöbb ember ezt nem fogja megérteni soha, de azt is tudom, hogy vannak, akik meg fogják érteni. Ez a kisebbség az, akiknek ezek a videók készülnek. Az emberi élet értelme, hogy megismerje az ember az igazságot és a valóságot. Ez hosszú kutatómunka eredménye lesz, és természetesen szükség van arra a segítségre, amelyet a teremtő képes csak nyújtani. Enélkül a segítség nélkül ugyanúgy, ahogy mindenki más a labirintusban, mi is elvesznénk. A nagyszerű az egészben az, hogy ő megadta ezt a segítséget, és ha megfelelően használjuk, akkor elvezet magához. A női szentség, illetve az, hogy Isten egy nő, vagyis hogy a teremtő egy nő, az mindig is a gnosztikus vagy az okkult tanítások alapját képezte. Hagyj mutassak egy érdekességet azonban Chazon vagy Jelenések könyve 17-es fejezetből. És jön egy a hét malák vagy angyal közül, akinél a hét pohárvala és szóla velem monda. Gyere, és megmutatom neked a nagy paráznának kárhoztatását, aki a sok vizen ül. Parázna egyébként porné, úgy mint prostituált vagy parázna. És lélekben elvitt engem egy pusztába és láték egy asszonyt ülni veres fenevadon, amely teljes vala káromlásnak neveivel, amelynek hét feje és 10 szarva vala. Öltözött vala pedig az asszony bíborba és skarlátba. A bíbor az bíbor színű ruha, a Septuaginta pedig ugye bíbor színnek fordítja. A skarlát pedig természetesen vörös. Megékesítetett vala aranyjal, drágakővel, gyöngyökkel, kezében egy arany pohárvala tele útálatosságokkal és az ő paráznaságának tisztátalanságával és az ő homlokára egy névvala írva, Mysterion, azaz titok, a nagy Babilon, paráznáknak és a föld útálatosságainak anyja. Akkor érthető már mindenki számára, hogy miért mondom azt, hogy minden visszavezet az írásokhoz, az úgynevezett Bibliához, és az egész életnek az értelme tulajdonképpen az, hogy ki melyik oldalt szolgálja az ő cselekedeteivel, erőfeszítéseivel, erejével és idejével. Itt van egy újabb érdekes kép, ez Taylor Swift Look What You Made Me Do című zeneszám klipjéből való. A helyzet az, hogy már nem is kell géniusznak lenni ahhoz, hogy az ember lássa mindenhol azokat a jeleket, amelyeket az ellenség oda tett, hogy mindenki tudhassa, hogy ki az, aki a háttérben áll. Olyannyira, hogy maga a kígyó az, aki felszolgálja a teát a vörös ruhába öltözött nőnek, aki nem más, mint a nagy parázna, aki megrészegíti az egész világot. A jelek mindenhol ott vannak, és most már azt az időszakot éljük, amikor akik figyelnek, egyszerűen felfedezhetik ezeket a jeleket. Lélekben elvitt engem egy pusztába, és láték egy asszonyt ülni egy veres fenevadon. Ismerős a történet? Az egész világ tudatlanságában a fenevadat szolgálja. Azért, mert vettetik a nagy sárkány, a régi kígyó, kineveztetik az ördögnek és Hásatánnak, ki mind az egész föld kerekségét elhiteti, vetették a földre, és az ő malákjai vagy angyalai ő vele levettetének. Ő az, aki megtéveszti az egész föld kerekségét. Olyannyira, hogy nyíltan történik mindez a szemünk láttára, és a legtöbb ember mégsem képes felfogni azt. Már azt sem mondhatjuk, hogy már csak azt hiányzik, hogy egy nő bevonuljon egy fenevadon. Mert ez már megtörtént. Az emberek meg örülnek ennek. Ez itt például Nicki Minaj, a felvétel pedig a 2017-es Met gálán készült. Ariana Grande, God is a Woman című száma gyakorlatilag egy óda a női istenséghez. Amit látunk a világban, a feminizmus, az egyenjogúságért vívott harc erősödése, a nemek közötti különbség fokozatos és lassú eltűnése, mindenféle szexuális perverzió, normalizálása gyakorlatilag előrevetíti azt a pusztulást, ami az emberiségre vár. Egy társadalomban ez az utolsó fázis. A morális elkorcsosulás és dekadencia jelzi ennek
a birodalomnak a végét, ugyanúgy, ahogyan az összes többiét ez jelezte. Amikor az emberiség annyira eltávolodik a teremtő útjától, hogy már nincsen visszaút. Ez spiritualityhelp.com weboldal, ahol megfogalmazzák ennek a koncepciónak, hogy Isten egy nő, az egyik verzióját ők arról beszélnek, hogy Isten sem férfi, sem pedig nem nő. Isten túl van ezen a kettősségen és ezen a formán. Ő ennek a két erőnek az egyesülése. Ennek a reprezentációja az ázsiai yin-yang szimbólum is. Ugyanúgy, ahogy az úgynevezett Dávid csillag. Felfelé álló háromszög a férfi, a lefelé álló háromszög pedig a nő. Ez talán a legegyszerűbb utalás a férfi, illetve a női nemi szervekre, és ezzel fejezi ki Istenben levő kettősséget, azt, hogy az élet ennek az energiának, ennek a két energiának az egyesülése. Az egy rejtély számomra, és talán bizonyítja azt, hogy mekkora is a megtévesztés a világban, hogy mindenki azt hiszi, legalábbis a többség, hogy ez az a szimbólum, melyet a teremtő választott magának. Egy csillagot, melynek 6 csúcsa van, 6 háromszög található benne, és egy 6 szög. Az okkult, gnosztikus vagy a New Age filozófia tanítása szerint Isten nem valami, hanem egy mindenhol jelenlévő tudatos energia. És az a teremtő Elohim, akit az írások leírnak, az csak a fantáziánk szüleménye. Primitív gondolkodásmódunk és tudatlanságunk eredménye az, hogy mi ezt a karaktert felépítettük magunknak, és hogy az anya föld vagy az anya természet fölé helyeztük őt. A férfit a nő fölé. Ezt csak referenciaként megmutatnám mindenkinek, a teremtő az, aki a férfit a nő fölé helyezte, illetve hát a nő az, aki magát alá helyezte azzal, amit történt ugye a kertben a kezdet kezdetén. Az asszonynak pedig mondta Elohim felette, igen, megsokasítom viselőséget, fájdalmait, fájdalommal szűsz magzatokat, epeked el a férjed után, ő pedig uralkodik te rajtad. Uralkodik, hatalmat gyakorol valaki felett. Ezért próbálom elmagyarázni mindenkinek, hogy mik az írás üzenete és hogyan kellene élnünk, annak érdekében, hogy elkerüljük azt, ami a világ túlnyomó többségére vár. Olvashatjuk azt is ezen a weboldalon, hogy ez nem mindig volt így, úgy érti az, hogy a patriarkális társadalom idézőjelben, ugyanis számos kultúra volt a történelem során, a legtöbb egyébként, ami ilyen vagy olyan formában az anya, illetve a női erőt és a földet imádta. Ezeket hívjuk pogányoknak, ami tulajdonképpen magába foglalja az egész világot. Ők itt arról beszélnek, hogy ahhoz, hogy az univerzumban egyenlőséget tudjunk elérni és harmóniát, ahhoz az egyetemes anyaságra kellene koncentrálnunk, az anyára, az istennőre és a papnőre. Az anyai szeretetet, bölcsességet, együttérzést és kreativitást kellene kihangsúlyoznunk, emellett tiszteletben tartani a szexualitást úgy, mint természetes és szent dolog. Fel kell ruháznunk a nőket hatalommal annak érdekében, sőt ünnepelnünk kell az ő erőfeszítéseiket, melyekkel hozzájárultak a spiritualitás, a kultúra és a társadalom fejlődéséhez, melynek az eredménye az, ami most látunk az utcán. Az, hogy mindenki megy az érzései után, és azt hiszi, hogy ami a fejében kialakul, az a valóság. Hogy mindenkinek igaza van, hogy mindenkinek megvan a saját valósága, hogy a racionalitás, a logika, a pragmatikus gondolkodás pedig bűn, ezért van káosz a világban. Szerencsétlenek arról beszélnek, hogy a bolygónkat érintő ügyekben pedig oda kellene figyelnünk arra, hogy hogyan tudjuk meggyógyítani és tisztelni az anyaföldet. Kulturális szempontból pedig az Isten nőnek az archetípusát kellene erősítenünk a szórakoztatóiparban, a művészetben, a nyelvezetben, úgy, hogy kihangsúlyozzuk, a társadalomban újra kell kreálnunk a papnő szerepkörét. Hát egyébként sikerült ezt a folyamatot teljességre juttatniuk, és annak az eredményét láthatjuk nap mint nap magunk körül. Az a szerepkör, amiről beszél, amit régen prostituáltnak, vagy egyszerűen csak ribancnak hívtak, az ma úgy tűnik, hogy a legtöbb nő törekvéseinek és erőfeszítéseinek végső célja. Azért, mert Hásatán az egész föld kerekségét elhitette. És az, ami régen a háttérben titokban zajlott, az ma a színpadon van mindenki szeme láttára.
az anyaföld, az anyatermészet, a női Isten, a papnő, és általában a női szentségnek az imádata most már nem csak egy szűk réteg kiváltsága, hanem gyakorlatilag az egész világ vallása lett. Ezt ismeri mindenki egyébként Gájaként, azt hiszem. Gaia.com-ról megtudhatjuk azt, hogy a világ lelke egy nő, ugye ez a gnosztikus Szófia tanítás, vagy a Szófia mítosz. Amiről beszélnek, az tulajdonképpen nem más, mint egyfajta szex kultusz. A szent nő és a szent férfi egyesülése egy isteni házasságban. Ez a gnosztikus tanítás, amelyet ez a kép nagyszerűen kifejez. Ez a kettősség az, ami jellemzi a világot, ez a kettősség az, ami jellemzi az ellenséget, és ez a dualitás vagy kettősség jellemzi a szabad kőművességet és a titkos társaságokat, melyek irányítják az egész világot. A teremtő eldöntötte, hogy ki az, aki vezeti ezt a kapcsolatot, és az a férfi. Sőt, azt is megmondta, hogy két nem van, férfi és nő. A világ azonban tudatlanságában mindenféle teóriákat kitalál magának. Elfelejtvén azt, hogy van olyan út, ami jónak tűnik az ember szemében, azonban a vége a halálra vezető út. Gnostic Warrior arról ír, hogy ez az alkemikus egyensúly a női és a férfi energia között az, ami a gnosztikus tanítások alapvető pillére. Egy olyan állapot, ahol a különböző elemek egyensúlyban vagy megfelelő arányban vannak jelen. Ez az igazi hermetikus vagy gnosztikus alkémia tanítása. Ez a fő célja ennek az irányvonalnak. Egyesíteni az isteni női és férfi erőket ebben a szent gnosztikus házasságban. Ez az úgynevezett magnum opus, vagy a nagy terv. Az ellentétek házassága. A kifejezés rébis egyébként pontosan ezt jelenti. Kettősség, vagy pedig dualitás. Az összes pogány vallás erre épül, beleértve sajnos a kereszténységet is. Egyiptomban ez Osiris és Isis, Görögországban Adonis és Afrodite, a hinduizmusban Shiva és Shakti, a buddhizmusban pedig Tara és Avalokiteshvara. A szent házasság egyébként az ellentétek misztikus egyesülését szimbolizálja. A mennyasszony reprezentálja egyébként a testiséget, a vőlegény pedig a test nélküli létet. Ennek a kettőnek az egyesülése adja ezt az isteni vagy szent egységet, vagy gnosztikus házasságot. Az istennő testesíti meg, vagy szimbolizálja egyébként az isteni jelenlétet a fizikális világban, úgy, ahogyan az Isten, mint a férfi szimbolizálja magát a spirituális világot. Ehhez a szent vagy isteni házassághoz szükséges az, hogy a fizikai világ és a spirituális világ egyesüljön. Ez lesz majd az, ami a termékenységet lehetővé teszi, és az életet a világra hozza. Ez okozta a problémát a kezdetektől fogva. Az angyalok és a nők egyesülése. A gnosztikus tanítás szerint egyébként Szófia az, aki teremtette a világot, ő egy éon, aki lekerült vagy kikerült abból a régióból, ahol az éonok tevékenykednek, véletlenül teremtette a világot, és itt egy, tulajdonképpen egy istenség testbe ragadva, ami az emberekben él tovább. Ezért kellett, hogy a Krisztus eljöjjön, így a testi és a lelki vagy spirituális egyesülni tud, és felszabadul mindenki majd. Szófia az, aki egyébként megtestesíti ezt a karaktert, Szófia az nem más, mint Chokma a héberben egyébként bölcsességet jelent. Szófia három gyereke egyébként a hit, remény és a szeretet. Ezért próbálom elmagyarázni az embereknek azt, hogy minden vallás kivétel nélkül az ellenségtől ered. Remélem, hogy így most már érthetőbb, hogy mi is az, ami zajlik a szemünk láttára a világban. Amit láthatunk, az ennek a gnosztikus ideológiának, vagy életvezetésnek, hitnek, filozófiának az életre kelése. Ez az erő, amely emögött áll, és amely mindvégig az emberiséget megtévesztette, a technológia segítségével gyakorlatilag majdhogy nem a Föld teljes lakosságát a hatalmába kerítette. És elérte azt, hogy tudatlanságában mindenki őt imádja, ugyanis az emberek nem értik meg, hogy az, akinek a rendszerét követjük, aki a mi idézőjelbe tett istenségünk vagy hatalmasságunk. Hogy ez hogy nem világos az embereknek, hogy ezt láthatjuk mindenhol, az egy rejtély, ugyanis ő ott hagyja a jeleit mindenhol, egyértelműsítve azt, hogy ki is az, aki ennek a világnak az istene.
Meggyőződésem, hogy az emberek azért nem látják ezt, mert nem akarják látni. Ariana Grande God is a Woman című száma. Egy óda a földanyához, az istennőhöz, illetve a papnőhöz. Egy óda ahhoz a szellemiséghez, ahhoz a spirithez, ami az egész világot megfertőzte. Az a parázna, aki a vörös fenevadon ül, és bíborba és karlátba van öltözve. Aki megrészegíti az egész világot. Félrevezeti az emberiséget, pusztulásba dönti majd a világot, és a pusztulás után feltámad majd a poraiból, mint az új világrend egy rövid időre. Nem véletlen az, ahogyan fogalmaz az írás, akivel paráználkodtak a föld királya, és az ő paráznaságának borával megrészegettek a föld lakosai. Ez a paráznaság Elohim törvényével ellenkező szexuális kapcsolat, paráznaság, fajtalanság, prostitúció, házasságtörés, házastársi hűtlenség, szellemi paráznaság, báványimádás. Kevés dolog van, ami egyértelműbben ki van fejezve az írásokban, mint az, hogy a szexuális erkölcstelenség és a különböző aberrációk, azok összeférhetetlenek a teremtő alkotta világgal. És számára ez a viselkedés elfogadhatatlan, és nem csak hogy elfogadhatatlan, hanem az ő haragját vonja magába. Ezért mondom azt, hogy amit tapasztalunk ma a világban, az ennek a korszaknak a végét jelenti. A világ, amelyben élünk, nem csak elfogadja ezt a magatartásformát, hanem ünnepli, sőt, terjeszti és normalizálja. És mindössze néhány évtized intenzív programozás kellett ahhoz, hogy az egész világ egyetértsen. Ezek után remélem érthetőbb mindenki számára, hogy miért ennyire szexualizált az egész világ. Az erő, mely a világot irányítja, ebből az energiából táplálkozik. Ezért ez az alapvető gnosztikus tanítás. Sőt, ez minden hitrendszer vagy vallás alapja, attól függetlenül, hogy a többség, illetve azok a tudatlanok, akik követik azokat, nem tudják. A földi nő és a spirituális férfi egyesülése. Ezek után pedig nézzük meg, hogy mi az, amiről Ariana Grande énekel a God is a Woman című zenében. Ez genius.com, és megtudhatjuk azt, hogy God is a Woman a második kislemez Ariana Grande negyedik stúdióalbumáról, melynek címe Sweetener, azaz édesítő. Ez egy utalás a szexuális örömökre, következésképpen erősíti a női szexuális felszabadulás és uralom üzenetét. Most olvassuk el, hogy ez a gnosztikus tanítás lényege, és gyakorlatilag minden pogány erről álmodozik. Sőt, hát így él. Az, ahogyan a fejlett, idézőjelbe téve fejlett nyugati világ viselkedik, az gyakorlatilag ennek a megélése a gyakorlatban. Szexuális erkölcstelenség, aberráció, és egy mindenféle gátlásoktól mentes primitív életforma. Amiről beszél, az gyakorlatilag egy szexuális aktus, egy férfi és egy valaki között, ugye arról nincs szó, hogy ez egy nő, melynek a végén a férfi el fogja hinni, hogy Isten tulajdonképpen egy nő. Ez mellesleg a dalnak az úgynevezett refrénje. Miközben erről énekel, ezt a képet láthatjuk, ami több dolgot is magába foglal. Egyrészt azt, ahogyan a nő uralja a világot, ugyanis ő az, aki a képzeletbeli gömbnek a tetején áll. Ő az, aki a képzeletbeli galaxist a dereka körül forgatja, mint egy hullahop karikát. A női erő egyesül a spirituális világgal. Következő jelenetben ebben a furcsa festékben, vagy nem is tudom mi ez, ebben fekszik, és szerintem ez egy egyértelmű utalás a női nemi szerve, anélkül, hogy túlságosan vizuális akarnék lenni, szerintem mindenki számára egyértelmű. És szerintem érdemes elgondolkodni azon ebben a pillanatban, hogy miért is ez a célja egy zeneszámnak egyáltalán. Mi ebben a pozitívum? Úgy értem annak az üzenetnek, amit elolvastam az előbb, hogy ez a célja ennek a dalnak, vagyis ennek az albumnak. Épp eszű ember miért szeretné ezt az erőt, vagy ezt az energiát, ezt a szellemiséget erősíteni a világban? Milyen fajta pozitív hatása lehet ennek az emberiségre? Ráadásul úgy, hogy ezt utána több 10 vagy 100 millió ember nézi meg. És ez az a viselkedés minta, ami mindenhonnan ömlik gyakorlatilag. Azért, mert ez az az erő, ami a világot irányítja. És ez a kör önmagát erősíti fel. Minél jobban látható, annál inkább az emberek követik. Minél jobban követik az emberek, annál erősebb lesz. És egy idő után már nincsen ebből kiszállás. Az, ami régen pornográfia volt, már gyakorlatilag teljesen elfogadott egy zeneklipben. Vagy egy filmben, vagy akár művészetként. Az első verszak egyébként így szól. Nem akarom vesztegetni az időt,
Te sem csak egy alkalomra gondolsz, megkapod úgy, ahogy akarod, és meg tudom mondani, hogy tudod, hogy én tudom, hogy hogy akarom, senki más nem értheti ezt meg, fiú, szeretem vagy tetszik, hogy nem félsz, fektes le, imádkozzunk, és megmondom, hogy hogy szeretem és hogy hogy akarom. Mindeközben egyébként ez az, amit láthatunk a képernyőn, ahogyan az istennő és az ő alattvalói egy ágyban fekszik, és őt szolgálják. A háttérben pedig megjelenik ugyanaz a motívum, ami az előbb. Amit látunk, az nem más, mint a nőiség, a papnő, ennek a parázna, erkölcstelen életforma vezetőjének vagy képviselőjének az imádata. Mellesleg ezt a zeneszámot csak azért mondom el, hogy utána ez, amit itt hallunk, vagy amit látunk, mennyi emberhez jut el, ez 187 millió megtekintésnél jár, és Ariana Grande-nak 30 millió feliratkozója van. Ez persze csak ez a verzió, vagy ez a csatorna, de ki tudja, hogy még mennyi van ezen kívül. Mindeközben látjuk, hogy mi az, amiről beszél, nem érti meg őt senki, és ezek a férfiak, ezek az apró semmik hozzá képest, az istennőhöz képest mindenféle szidalmakat és gúnyokat dobálnak felé gyakorlatilag szó szerint. Az istennő maga egyébként rajta ül a szegeletkövön, ami szintén egy utalás az írásokra, ugyanis Jehusá Hamásják vagy a megváltó az, a teremtő szava, akit szegeletkőként jellemeznek vagy írnak le a könyvekben. Ha megnézzük egyébként, hogy mi az, amiket dobálnak ezek a férfiak, az tulajdonképpen a valóság. Annak a magatartás formának, amit folytat ez a nő, illetve hát mindazok, akik ezt követik, annak a különböző leírásai ezek. A jellemzőik tulajdonképpen. Házasságtörő, parázna, prostituált, tehetségtelen, vagy éppen hamis. Az újság egyébként, vagy ez a könyv, amin állnak ezek az emberek, ez a mezőgazdaság fegyverszünet után. A fegyverszünet pedig egy hivatalos megállapodás a háborús felek között, annak érdekében, hogy abba hagyják a harcot. Ez szükségszerű annak érdekében, hogy a háború abba maradjon, ez lehet az egyetlen módja az ellenségeskedés megszűnésének, miközben a béketárgyalások tartanak. Ezek az inzultusok és sértések egyébként pedig lepattannak erről a nőről, úgy, ahogyan erről a fajtáról általában. Következő szakaszban megtudhatjuk azt, hogy én mind az tudok lenni, amire azt mondtad, hogy ne legyek. Amikor értem jössz, akkor én tovább folytatom ezt a virágzást. Látja az univerzumot, amikor velem van, ez mind bennem van. Kezd világos lenni, hogy miért is volt ez a hosszú bevezető az egész előtt, amit láthatunk, az nem más, mint a gnosztikus tanításoknak az egyik megnyilvánulás. Gyakorlatilag programozzák az embereket, és elfogadtatnak velük bizonyos elveket és filozófiákat, anélkül, hogy az emberek tudnák azt. A szent nő, az istennő az, akinek a fejében a világosság van, és ez az istenség, ez a prostituált gyakorlatilag, ez a papnő az, aki kitűnik ezzel a viselkedéssel és ezzel a tömeg. Gyakorlatilag így kell viselkednie annak, aki meg szeretné testesíteni a papnőt, az istennőt, a földanyát ezen a világon. Tehát ő tovább folytatja, bármi is történik, a virágzást, ez a szellemiség, ez az életforma, ez az erkölcstelen, aberrált magatartás, bármit is csinálunk, folytatódik. Akárki, akármit próbál tenni. A vége ennek pedig pusztulás, és ez az, amit megpróbálnak nekünk bemutatni a háromfejű kutyával, ami nem más egyébként, mint Kerberos, aki az óriás tifón és a félig nő, félig kígyó alakú Echidna gyermeke. Kerberos háromfejű kutyaként született, és apjától óriási méreteket örökölt. A hatalmas teremtményt az istenek közül Hádésznek sikerült megszelidítenie, és így birodalmának őrzőjévé tennie. Kerberos bárkit beengedett az alvilág kapuján, azonban onnan ki senkit nem eresztett. Neve görögül azt jelenti, hogy a mélység démona. Mégis sikerült pár földi halandónak túljárnia Kerberos eszén. Akkor érthető, hogy Ariana Grande kicsoda tulajdonképpen, és ez a nő, ez a fajta életforma, ez a prostituált, ez az erkölcstelen, istennő vagy papnő, gyakorlatilag a holtak birodalmának az őrzője. Pontosan ezért figyelmeztet erre Salomó példabeszédek második fejezetben, mikor így szól. Mert bölcsesség megy a te elmédbe, és tudomány a te lelkedben gyönyörűséges lesz. Meggondolás őrködik feletted, értelem őriz téged, hogy megszabadítson téged a gonosznak útjától, és a gonoszság szóló férfiútól, akik elhagyják az igazságnak útját, hogy járjanak a sötétségnek utain. Hogy megszabadítson téged a nem hozzád tartozó asszonytól, az idegentől, aki az ő beszédével hízelkedik,
aki elhagyja az ő ifjúságának férjét és az ő Elohimének szövetségéről elfeledkezik, mert a halálra hanyatlik az ő háza, és az ő ösvényei az élet nélkül valókhoz. Valakik mennek ahhoz, nem térnek meg, sem meg nem nyerhetik az életnek utait. Ugyanúgy, ahogy Kerberosz, aki bemegy ezen a kapun, onnan már nem fog tudni kijönni. Az ellenség nem fél elmondani, hogy mi az igazság, mert tudja, hogy a legtöbb embert nem érdekli, és nem is képes megérteni azt. Ezután ismét hallhatjuk a refrént, ezúttal az istennő a fényben táncol ebben a gyertyalángban, reprezentálván a tudást, a bölcsességet, az értelmet, a meggondolást, azonban nem azt a fajta tudást, meggondolást, bölcsességet és értelmet, amiről az írások beszélnek, hanem amelyet a gnosztikus tanítások hirdetnek. Nem véletlen az, hogy Szófia, az Isten nő, Szófia pedig nem más görögül, mint bölcsesség. Ez a hamis bölcsesség, ez a hamis fény az, amit kapunk tőle. Az, hogy hova vezet, azt pedig már megmutatta korábban. És ettől nem tud szabadulni az ember. Ezért szólítja meg úgy, hogy fiú, látom, hogy te nem félsz semmitől. Illetve hát nem ijedtél meg. Lépte nyomon figyelmeztet egyébként Salomó példabeszédekben erre a nőre. Szövétnek a parancsolat és a tudomány világosság és életnek útja a tanító feddések. Hogy a gonosz asszonytól téged megőrizzenek az idegen asszony nyelvének hízelkedésétől. Ne kívánd az ő szépségét szívedben, és meg ne fogjon téged szemöldökeivel, mert a parázna asszony miatt jut az ember egy darab kenyérre, és más férfi felesége drága életet vadász. Vehet-e tüzet az ő kebelére valaki, hogy ruhái meg ne égnének? Járhat-e valaki eleven szénen, hogy lábai meg ne égnének? Ezért énekel arról, hogy imádod, ahogy mozgok, ahogy megérintelek, és nem tudsz harcolni, és a végén el fogod hinni, hogy Isten egy nő. Ezért figyelmeztet annyiszor erre az írás. Ez az a parázna, ez az az erkölcstelen magatartásforma, az a szellemiség, ami az egész világot uralja, és ez az, amit ismét megmutat nekünk. Ahogyan a képzelőbeli föld gömb tetején ül, gyakorlatilag mintha megszülné azt, és az ujjával keveri ezeket a hurrikánokat, és felkavarja az egész világot, az embereket rajta, háborúságot, pusztulást és nyomort szül. Az ellenség elmondja, hogy mi az, ami történik, hiszen tudja, hogy a legtöbb ember nem fogja tudni ezt felfogni vagy feldolgozni, és még hogyha meg is érteni, nem tudja összerakni a részleteket magában. Őt viszont vezeti a büszkeség, és el kell, hogy mondja, hogy mi az, ami történik, és ki az, aki irányítja ezt a világot. Sőt, így nem is titok, hogy ki az, aki valójában irányítja az eseményeket. Gyakorlatilag egy figyelmeztetés az, amit látunk, egyik kép követi a másikat. Itt ismét a parázna nő az, aki hívogatja és csábítja az embert magához. Ezért figyelmeztet példabeszélek 7 ezúttal arra, hogy mondd ezt bölcsességnek, ami hakmá. Én néném vagy te, és eszességet ismerősödnek nevezd. Hogy megőrizzen téged a nem hozzátartozó asszonytól, az ő beszédeivel hízelkedő idegentől. Mert házam ablakán rács mögül néztem, és láték a bolondok között, eszembe vevék a fiak között egy bolond ifjat. Ez az ifjú érdekes módon egy megrázott, szétszórt, szétszóratásban levő eredeti helyét elhagyott ember, ítélet vagy más egyéb következtében. Fiú gyermek, fiú, valakinek a fia unokája, ifjú. Ez az, akiket ő hívogat. A fiúkat, akik nem félnek. Csábítja magához. Aki az utcán jár, annak szeglete mellett a házához menő úton lépeget. Alkonyatkor, nap estén, sötét éjfélben. Sötét éjfélben. És ímé egy asszony elejébe jő, paráznának öltözetében, állok az ő elméjében. Ez a ná, ez paráználkodás, de házasságtörés, báványimádás, idegen Elohim vagy hatalmasságnak a követése. Mely célcsap vakmerő, akinek házában nem maradhatnak meg az ő lábai. Ami ennél változik szépen lassan a nők többsége. Néha az utcán, néha a tereken van, és minden szegletnél leselkedik. És megragadá őt, megcsókolá őt, és szemtelenségre vetemedvén mondta neki, hála áldozattal tartoztam, ma adtam meg fogadásaimat. Azért jövék ki elődbe, szorgalmasan keresni a te orcádat, és rád találtam. Paplanokkal megvetettem nyoszolyámat, egyiptomi szövésű szőnyegekkel, beillatoztam ágyamat mirhával, aloéval, fahéjjal. Na foglaljuk magunkat bőségesen, mind virradatig a szeretetben, vigadjunk szerelmeskedésekkel. Mert nincs otthon a férjem, elment messze útra, egy erszény pénzt vett magához, hol töltére jő haza.
Ez az, amiről énekelnek ebben a zenében. Erről szól, nem csak ez, az összes többi, hogy ez az a magatartás, amit nekünk követnünk kellene. Ez a szexuális felszabadulása a nőnek. Így válik Isten nővé, pap nővé. Így lesz majd ő az isteni feminin erő. És mikor végez az emberrel, akkor az ember még azt is el fogja hinni, hogy Isten egy nő. Hiszen elhiteti őt mesterkedéseinek sokaságával, ajkainak hízelkedésével elragadá őt. Utána megy, mint ökör a vágóhídra, és mint bolond, egyszer csak fenyítő békjóba. Míg nem átjárja a nyíl az ő máját, miképpen siet a madár a tőrre, és nem tudja, hogy az ő élete ellen van. Sőt, megtudjuk azt is, hogy sok sebesültet ejtett, és sokan vannak, akik attól megölettek, sírba vívő út az ő ház, amely levisz a halálnak hajlékába. Megmutatták ezt is nekünk, ezért mutatták Kerberoszt, hiszen ő az, aki az alvilág kapuján beengedi az embert, onnan azonban már nincsen visszaút. Ezután eljutunk egy pusztába, ahol ezek a pondrók jönnek ki a földből, és sikoltoznak, jelképezvén azokat a lelkeket, akiket elcsábított, és a pusztulásba juttatott. Ezután szó szerint elmondja, hogy mik azok a dolgok, amelyeket tudnod kellene már, fogd meg a kezem és mentsd meg a lelked, elnyújthatjuk és csináld lassan, meg tudom mondani azt, hogy tudod, hogy én tudom, hogy mit akarok, de te más vagy, mint a többi, és fiú, amennyiben bevallod vagy meggyónod, talán áldott leszel, és kiderül, hogy rászolgálsz-e arra, ami jön, elmondom neked, hogy hogyan szeretem és hogyan akarom. Ekkor leereszkedik erről a hegyről Ariana Grande, egyébként ez a hegy tele van olyan karakterekkel, mint az angyalok, mellesleg ezek mind nők. Ahogyan leér ennek a dombnak az aljára, ekkor testet ölt ő maga. Ez az a parázna, aki hívogatja magához a fiúkat és a férfiakat, akire figyelmeztet többek közt, példabeszédek 11-22, mint a disznó orrában az aranyperec, olyan a szép asszony, akinek nincsen okossága. Ítélőképessége, értelme, határozat, rendelet. El tudja dönteni, hogy mi a helyes és mi nem az írások szerint, aki ízléstelen. Pontosan ilyen Ariana Grande és mindenki, aki ehhez hasonló magatartásformát követ. Ez egyébként egy büntetés a teremtőtől, Jahuától. Mély verem az idegen asszonynak szája, akire haragszik Jahua, odaesik. Az idegen asszony pontosan az, aki más hatalmasságot szolgál, akinek a viselkedése nem egyeztetett össze Jahua teremtő törvényeivel. A helyzet az, hogy nem mondhatja senki, hogy nem figyelmeztettek minket erre. Nem is csak az, hogy figyelmeztetnek, hanem elmondják, hogy mi történik pontosan. A helyzet az, hogy annyira egyértelmű, hogy szinte elemezni sem kell a videó. Az istennő, akin a jelentéktelen férfiak csüngnek, ő az, aki életet ad nekik. Ezután megtudhatjuk, hogy ez a női energia, a nő az, az istennő, akiben az egész úgynevezett univerzum megtalálható. Mindezek az okkult szimbólumok azt szolgálják, hogy bemutassák nekünk, hogy amit látunk, az tulajdonképpen a gnosztikus tanítások megjelenése egy videóklipben. A háromszög, ami a férfit jellemzi, és abban benne a nő. A két energia egyesülése. Ez a spirituális, láthatatlan férfi erő és a fizikális női erő egyesülése úgy, ahogyan az a kezdetekben is volt, és okozta azt a problémát, ami az elmúlt 6000 évben ennyi pusztulásra, halállal és szenvedéssel jár. A női erő az, ami elpusztítja a világot és megdönti a hatalmat. Természetes az, hogy ez egy utalás Luciferre, a fényhozóra, az ellenségre, Hásatánra, ezekkel a kis szarvakkal és magával a fénnyel. Ő az, aki az örök lázadó, ő testesíti meg az ellenállást a teremtő törvényeivel szemben. Olyannyira egyértelmű utalás most már az írásokra, hogy hallhatunk egy idézetet, mégpedig Ezekiel vagy Hezekiel 25-17-es verset. A lázadás az, ami élteti ezt a szellemiséget. Az erkölcstelen életmód, a paráznaság, ez az aberrált magatartás. A féktelen gátlások nélküli viselkedés. Ez az ellenkezője annak, amit a Teremtő akar tőlünk. Úgyhogy mindenki, aki valamilyen formában egyetért azzal, ami eddig elhangzott ebben a videóklipben, az rossz úton jár. De mindazok számára, akik még mindig nem értik, hogy mi az a hely és hogy néz ki, ahol élünk, ennek a jelentnek végén még ezt is megmutatják nekünk. De hallgassuk meg inkább. And I will strike down upon thee with great vengeance and furious anger those who attempt to poison and destroy my sisters.
and you will know my name is the Lord when I lay my vengeance upon you. És ez az a pont, amikor mindenki számára egyértelmű kell, hogy legyen, hogy mi az, amiről szó van. A női erő az, ami le fogja győzni majd a teremtőt, és áttöri azt az égboltot vagy kupolát, ami fölöttünk van, és letaszítja őt a trónról. És így fogunk eljutni a fénybe. A saját erőnkből, a lázadásunk segítségével, a nő, az istennő, a papnő vezetésével. Érdekes módon egyébként ezt a szöveget és ezt a részt nem Ariana Grande mondta, hanem a parázna életmód, illetve ennek a prostituált magatartásnak a földi helytartója, maga Madonna volt az, aki előadta. Ezt megtudhatjuk többek között a glamour.com weboldalról Ariana Grande God is a Woman című zene számában Madonna hangját hallhatjuk. Úgyhogy elmondják, mert tudják, hogy már mindegy. Elmondanak mindent gyakorlatilag. És hatalmas bosszút állok rajtuk, megfenyítem őket haragomban, s ők megtudják majd, hogy én vagyok Jahua, amikor bosszumat kitöltöm rajtuk. Így hangzott az idézet, azonban ők átírták némiképp, és azt mondták, hogy mindenkit, aki az ő testvéreiket, úgy mint nő testvéreiket megpróbálja elnyomni, azon ők kitöltik a haragjukat. A feminizmus és az egyenjogúságért vívott harc összeegyeztethetetlen azzal magatartással, amit a teremtő elvár egy nőtől. Az erkölcstelen, parázna, prostituált életforma, ez a gátlások nélküli féktele magatartás szintén. Tisztában vagyok azzal, hogy valószínűleg fájdalmas hallani ezeket a szavakat egy nőnek, de az igazság az egy keserű pirula, és ezt le kell nyelni ahhoz, hogy az ember meggyógyuljon. Fontos természetesen az, hogy megértsük, hogy hol élünk, és ezt ebben a klipben is megmutatják nekünk, a földet körülvevő dóm vagy kupola, amit ugye áttör ez a női erő, amely tulajdonképpen Jézabel, és nem más, mint egy prostituált, vagy amit általában az emberek ribancnak hívnak. Még egy tanácsot hagyadja. Mindenki úgy fogadja, ahogy akarja. Harcolhat egy nő ítélet napig azért, hogy azt a láthatatlan, úgynevezett üvegplafont, ami állítólag megakadályozza őket az előrejutásban, letörje, megsemmisítse, és egy szintre emelkedjen a férfival. Azonban ez nem fog sikerülni, és az egészben a legszomorúbb az, hogy nem is szükséges. Egy férfit nem érdekel az, hogy milyen okos a nő, mennyi diplomája van, vagy milyen tapasztalt az ágyban. Sőt, azt kell, hogy mondjam, hogy ezek a dolgok hátránynak számítanak. Ugyanis magukkal hoznak egy olyan szellemiséget, egy olyan spiritet, amit minden valamire való férfi utál, és egész életében ezelől menekül. A nő hasonlatos az autóhoz. Minél több tulajdonosa van, minél több kilométer van benne, annál értéktelenebb. Arról nincs szó, hogy valaki nem fogja használni a céljaira, hogy eljusson A-ról B-be, vagy ne unatkozzon, vagy éppen szüksége van rá. Azonban nem vagyok benne biztos, hogy ez az, amit egy nő akar. Aki túl van ezeken a tapasztalatokon, annak már félig meddig mindegy. Én inkább most azokhoz beszélek, akik még nincsenek túl ezen. Akik még abban a korszakban vannak, hogy éppen belefele mennek, és hallgatnak ezekre a tanácsokra, amik ezekből a videóklippekből, a filmekből, és ugye általában a világból érkeznek, hogy élvezd az életet, amíg fiatal vagy, stb. Óvatosan lépkedjen mindenki ezen az úton, mert a világ hazudik és megtévesztő. Az a rengeteg figyelem, amit egy fiatal nő kap, az a rajongás, az csalóka. Az idő elmúlik, és egy nő egyáltalán nem olyan, mint egy férfi. Sőt, gyakorlatilag fordított helyzetben van. Tudom, hogy ez fájó, de hogyha valaki tudomásul veszi az igazságot, akkor annak be kell ezt látnia. Ha ehhez hozzáadjuk az életformát, amit a legtöbb fiatal nő folytat, akkor a helyzet az, hogy hozzájárulnak a saját értékük rohamos csökkenéséhez. Pontosan úgy, mint egy autó. Idővel elhasználódik. Az a figyelem, az az érdeklődés, az a rajongás, amit kap egy fiatal nő a férfiaktól, az el fog múlni. Arról nincs szó, hogy nem fogják később is ugyanúgy használni, mint ahogy az én 20 éves Citroen Berlingomat is használtam. Ki tudja, hány tulajdonosa volt, vagy pontosan hány kilométer volt benne, igazából semmi nem működött, de a célnak megfelel. Azonban ez nem feltétlenül az, sőt biztos vagyok benne, hogy ez egyáltalán nem az, amire egy nő vágyik. Úgyhogy dönts el mindenki, hogy Ariana Grande-ra hallgat, és próbál lázadni és élni ezt a prostituált életformát, és alkalmazkodni a világhoz, vagy megpróbálja legyőzni Jézabelt és a világ szellemiségét, megváltozni, saját magát megváltoztatni, és megtalálni azt a férfit, akivel majd megalkothatja azt az egységet, ami mind a kettőt teljessé fogja tenni a végén. De a helyzet az, hogy a kettőt nem lehet.
úgyhogy mindenkinek választania kell. Ahogyan korábban mondtam, igazából elemző munka nem is szükséges ahhoz, hogy lássuk, hogy mi történik, illetve mi az, amit üzenni szeretnének nekünk. A spirituális és a fizikális egyesülése, a női és ez a spirituális szexuális energia egysége az, ami a gnosztikus házasságot alkotja, és amely az életnek az értelme és a forrása. A spirituális és a fizikális egyesülése. Ennek aztán egy újabb reprezentációja, ugye ez a hold sarló és abban benne a nap, ami mellesleg szintén a női és a férfi erő egyesülése. Hiszen ez az, amire a pogány világ törekszik, még akkor is, ha a legtöbben tudatlanságukban. Ezt meg is mutatja nekünk egyébként a kézjelek segítségével, ugye amint fent, úgy lent, a spirituális és a fizikális egyesülése, amelyből aztán az élet születik. A dal üzenete egyébként egyértelmű, mire ez a szellemiség, ez a spirit végez az emberrel, a férfival addigra elhisz mindent neki. Sajnálatos, hogy ennek bedől az egész világ, de hát ez a helyzet. Láthatjuk azt, hogy még a bolygók is, amik tulajdonképpen csillagok, az írás egyértelművé teszi, a nő kezében vannak. Ő volt az, a nő, aki megbabonázta ezeket, és a problémát okozta a kezdet kezdetén. Amikor ők elhagyták lakóhelyüket, lejöttek, és kapcsolatot létesítettek az emberek lányaival, akik a nők. A pogányok pedig természetesen ünneplik és imádják az istennőt, a papnőt, aki egy erkölcstelen, féktelen, primitív, aberrált magatartásformát hirdet, és ez az, amit a világ követ és ünnepel ilyen vagy olyan formában azzal, ahogyan viselkednek az emberek. A világító torony természetesen egy újabb reprezentációja Lucifernek, a fényhozónak, végül pedig újra láthatjuk, hogy ki is az, akit a dalszerző, a szövegíró, az énekes, a producer, a lemezkiadó és tudatlanságában az egész világ szolgál. Az pedig nem más, mint Heilel Ben Shachar, a fényes csillag, a hajnalfia, akinek vezetésével az angyalok és később az egész emberiség elbukott. Aki megtéveszti, aki elhiteti az egész emberiséget és elterjeszti ezt a perverziót, meggyőzött minket minden hazugságról és mindenről, ami ellentétes a teremtő szavával. Rábírt minket arra, hogy az egész életünket a teremtő szavával ellentétesen szervezzük meg. Azt is elhitette velünk, hogy ő maga nem létezik, a teremtő nem létezik, és semmi nem számít. Sőt, a végén még a legtöbben azt is el fogják hinni, hogy Isten valóban egy nő. Remélem, hogy hasznosnak találtátok a videót, mindenkinek a legjobbakat, halleluja és shalom!